681 új munkahelyet hoz létre a Continental Magyarországon, ezek nagy részét Nyíregyházán jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keddi sajtótájékoztatóján Budapesten. A kormány is támogatta a német vállalatcsoport 5,1 milliárd forintos beruházását. A Continental autóipari beszállító nyíregyházi üzemében új gépsorokat telepítenek, felújítják a gyártócsarnokot és növelik a gyártókapacitást. Jókai László, a Contitech Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm. Kezdet csókolom. Jó estét kívánok. Igazgató úr, megtenné, hogy röviden bemutatja a cégüket, nem csak a nyíregyházi céget, hanem az anyacéget is. Örömmel természetesen. A Continental azt gondolom mindenki számára ismert jól csengő név, de valóban több annál, mint amit mindannyian, vagy sokan tudnak róla. Tehát a Continental az elmúlt év óta a világ legnagyobb járműipari beszállítója. Tehát járműiparból a legmagasabb árbevételt érte el az elmúlt évben az egész világon. Ez megközelítette a 35 milliárd eurót az egész Continental szintjén. Világszerte több mint 200 ezer foglalkoztatottat alkalmaz. Magyarországon, ami szintén tiszteletre méltó számsor, 7000 dolgozója van a Continentalnak, és összességében 1,1 milliárd eurót meghaladó árbevétel, ami 330-350 milliárd forintot meghaladó árbevétele volt. Hány az elmúlt cég évben. Hány tudja ezt produkálni az országban? Az országban 6 városban van gyára a Continentalnak, és van egy abroncskereskedelmi egysége. Tehát van a két legnagyobb gyár, különben Budapest és Veszprém, ezek nem gumigyárak, több ezer dolgozóval, tehát a 7000-ből közel a fele ebben a két gyárban dolgozik, elektronikai egységeket. Minden gyártanak, azt mondanám, nem csak gyártanak, fejlesztenek is, ami egy járműben a biztonságot jelenti. Tehát a futómű szenzoroktól, a motorelektronikáig, a sebességváltó szabályozástól, a fék szabályozásig. Több mint 400 mérnök például Veszprémben fejleszti ezeket a szoftvereket, amelyek irányítják az autó belső biztonságát. Tehát nem csak a gyártás van Magyarországon. Tehát ez az elektronikai rész csak Magyarországon. A másik rész, a gumiipar, az is több városban megtalálható, hát az egyik ilyen Szeged, ahol szállítóhevedeleket, ipari tömlőket gyártanak főleg. Az ipari tömlők közül talán a legismertebb a tengeri mélyfúró tömlő, ami több ezer báron is működik a tenger alatt az olajkutatásoknál. Makón és Vácon van a hűtő-fűtő tömlők gyártása és az üzemanyag tömlők gyártása. Ezt azért mondom ilyen szépen kimérten, mert pont ez a Contitech vállalat az, ahol úgy döntöttek, hogy Nyíregyházán ruháznak be a következő gyártósorukra. Tehát pont ez a cég az. Ez a beruházás, amit most fognak megvalósítani, ez hogyan fogja módosítani a nyíregyházi üzem, a Contitech Magyarország Kft. Pozícióját? Igen. Most azt is tudni kell, hogy a Nyíregyház, a Contitech Magyarország Kft. Két üzleti egységhez tartozik a Contitechen belül. Van a kaucsuk keverékgyártás része, és van a légrugógyártás része. Azt kell mondjam, hogy a termékek jellege olyan, hogy nem túl sok munkaerőt igényel, tehát 260-270 dolgozónk van, és ehhez képest, most a szám, ha kérdezte, hogy fogja a pozícióját módosítani, tehát a gyárban duplája vagy háromszorosa lesz két és fél éven belül a dolgozói létszám. Tehát dolgozói létszámban jelentősen bővülni fog, ami azt is jelenti, hogy egy kiemelt munkáltatói pozíciót, szerepet. Szakképzett munkaerőről van itt szó, vagy segédmunkáról? Ez a kérdés is nagyon jó, mert jelenlegi dolgozói körben szinte mindenki, tehát az előbb említett szám mellett mindenki legalább szakmunkás, vagy magasabb iskolai végzettségű. Ezzel együtt, tehát nincsenek illúzióink, nagyon jól tudjuk, hogy szükség van betanított munkára, és ez a betanított munka azért nem egy hetet, két hetet igényel, inkább hónapokat, amelyik azt a munkát, azokat a munkafázisokat megtanulják a kollégák, de minden megtanulható, és úgy gondolom meg fogják tanulni.
erre saját képzést fognak szervezni, mert ugye így a szakképzett van. Munkaerőt nem olyan egyszerű találni. Csak mindig örülünk, amikor új munkahelyekről számolunk be. 3 éve ruháztunk be kaucsukkeverőüzembe, egy teljes kaucsukkeverősort. 6 hónapig minimum Németországba tanultak be a munkatársaink, de volt, aki 1 évig Németországba tanult be. Tehát egyszer muszáj. Tehát ezek olyan szakterületek, ahol muszáj nagyon komoly betanulási időszak. Most azt tervezzük, hogy jövő év elején, hiszen az első gyártósor valamikor a jövő év második fél évben indul, azt tervezzük, hogy Makón és Vácon, ahol a Contiteknek vannak ilyen gyártósorai, tanulnak be néhány hónapig munkatársaink. Tehát mindenképpen szükség van erre a hosszabb betanulási időszakra, mi iparágunkban, gyárunkban. Mennyire lehet vonzó ez a leendő munkatársaknak ez a lehetőség? Hogy fogalmazzak? A Kontinál, aki ismeri, aki benne van, vagy szomszédja Kont is, azt tudja, hogy nálunk a humán rendszer azért nagyon kiemelkedő. Tehát most nem csak a kompenzációs csomagra gondolok, a fizetésekre, hanem egyszerűen arra, hogy szeretjük, ha az emberek, a kollégák jól érzik magukat, szeretjük megbeszélni velük a jövőt, tehát nem csak a dolgozó érdekképviseletekkel, de velük is. Tehát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre, rengeteg módszer, metodika van, hogy közel kerüljünk, és a dolgozók is közel kerüljenek az üzlethez. Ezzel együtt én tudom, hogy nem kis szerepet játszik azért a fizetés. Én azt gondolom, hogy a gyárunkban jelenleg is a fizetés az körülbelül megfelel az egész országos átlagnak, még a fizikai dolgozók vonatkozásában is, a nem fizikai országos átlagnak is, tehát nem csak a megyei vagy a helyi átlagnak. Úgy gondolom, hogy mindenki szeretne nagyobb fizetést, de a környezetünknél azért úgy szoktam fogalmazni, a gyárban mindig van 5%, aki jobban fizet, de 95% rosszabbul. Tehát körülbelül azt hiszem, ez az arány igaz. A fejlődési lehetőség, a továbblépési lehetőség ugyanolyan fontos. Mekkora volumenű beruházás érkezik Nyíregyházára? Ugye beszéltünk arról, hogy ez összesen elég jelentős 5,1 milliárdos beruházás, de ebből mennyi jut Nyíregyházának? A valós válasz azért az, hogy több mint 6, majdnem 7 milliárd, mert ami kevesebb sajtó visszhangot kapott Nyíregyházán, augusztus 28-án, szintén Széjártó úr jelentett be egy Contitec beruházást, ami ugyanezt a két céget érintette, a Makói Váci Contitec Fluidot és a Contitec Magyarország Kft. Nyíregyházán, csak mivel nálunk akkor mintegy 15-20 fő munkahelyteremtés volt, és 200 Makón, ezért ez kevesebb visszhangot kapott, de már akkor is közel 2 milliárd forint az nyíregyházi befektetés volt annak a tartalmában is. Ez az 5,1 milliárd szinte teljes összegében Nyíregyházán kerül befektetésre. Nem mindegyik az új technológiák a hűtő-fűtő tömlők gyártására, hanem ebből szeretnénk új kaucsukkeverők, keverékgyártó gépsort beruházni, illetve bizonyos rugózási rendszereknél szeretnénk kibővíteni a technológiát, egy kicsit komplexebbé tenni, ami a teljes gyártási láncot jelentené. Amit az előbb említettem, hogy augusztusban már volt egy bejelentés, ott is volt egy igen nagy értékű gumiipari gép, ami már decemberben telepítésre kerül a gyárunkba. Ez egy gumiipari kalander, ez is több mint 1 milliárd forint értékű egy ilyen gépsor. Tehát ezért mondom, hogy valójában ez az 5,1, ez inkább közel 7 milliárd, ami minket érint. Igen. Igazgató úr, majd a megvalósulásról is beszámolunk, ezt megígérhetem. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba hozzánk. Köszönöm szépen.